Sziasztok! Az ünnepek közeletével ebben a videóban bemutatom nektek, hogy hogyan is lehet elkészíteni ezt a mutatós karácsonyi dekorációt a SolidWorks-ben. Hozzunk létre egy új modellfájt, és mielőtt nekilátnánk a modellezéshez, igény szerint kapcsoljuk be a szerszámtervezés és a direkt szerkesztés füleket. Majd mentsük is el a fájlt asztaldísz néven. Először a felülsíkra készítsünk egy négyzet alapú gúlát a három ponttal megadott középpontos téglalap segítségével. Legyen az alap nagysága 15x15 mm. Húzzuk ki 50 mm-rel és 10 fokos oldalferdeséggel. Ezt követően a köríves kiosztáshoz hozzunk létre egy tengelyt két szemközti sarokpontra. Végezzük el a köríves kiosztást a tengely körül. A gúlából 5 darab példányra lesz szükségünk. Az így létrehozott csillagalakzatból készítsünk egy elforgatott másolatot. A forgatás beállításai alatt a forgáspont az origóban helyezkedjen el. Z-tengely körül forgassuk el 36,5 fokkal. Most ezt a másolatot kicsinyítsük le a lépték parancssal az origóra X és Y irányban 0,75 századra. A két szilárd testet olvasszuk egyé a kombinálás segítségével. Következő lépésként az alapsíktól 270 mm-re hozzunk létre egy új síkot. Erre helyezzünk el egy 150 mm átmérőjű kört. Ebből alkossunk egy felfelé szűkülő csavarvonalat. A magasság és fordulat opciót válasszuk ki. Legyen 220 mm magas, 10 darab fordulattal, 150 fokos kezdőszöggel és 18 fokos kúpossággal. Most az első vázlatot felhasználva vágjunk le egy kis darabot a csillag legalsó ágából.
Következőképpen kössük össze a csavarvonalat és a csillag alsó felületét egy 3D vázlattal. Először hozzunk létre egy Y-tengelyirányú vonalat. A csavarvonalra egy szerkesztő vonalat helyezzünk el. Ezt húzzuk a legelejére. Egy spline görbével kössük össze a két egyenest. A csomópontokra adjunk meg egy-egy érintőleges kötöttséget. A szerkesztővonal legyen 0,1 mm, így a görbe jobban fog illeszkedni a csavarvonalhoz. Szükség szerint igazítsuk el a spline görbe vektorait. Hogy ne álljon ferdén az asztaldíszünk, a csavarvonalat az alsó síkra egy körívvel kiegészítjük. Jelöljük ki a csavarvonalat és a körívet, majd a döféspont kötöttséggel illesszük őket egymáshoz. Miután elkészültek a rugóhoz szükséges vonalak, egy kör profilú söpréssel hozzuk is létre. A kör legyen 3 mm átmérőjű. Az útvonalakat pedig a kiválasztás kezelővel jelöljük ki. Ehhez ugyebár a csoport kiválasztása opciót használtuk. Befejezésképpen fessük aranyszínűre. Ezzel el is készültünk az asztaldísz modellünkkel. Köszönöm a figyelmet, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Sziasztok!